Maga a jogterület az az egyetem másodévében kezdett el intenzíven érdekelni, mivel nagyon sok ügyészségi vezető oktatott az egyetemen, akik nagyon, nagyon segítőkészek voltak, nagyon-nagyon felkészültek, és innen indítatást kaptam arra, hogy hát megvizsgáljam, hogy mi ez az ügyészi pálya. És akkor már tudatosan orientálódtam e felé, a gyakornoki helyeimet is úgy választottam ki. Budapesten az 5. és 13. kerületi ügyészségen, itt Somogyban pedig a Kaposvári Városi Ügyészségen töltöttem el hosszabb időszakot. Túlzás nélkül mondhatom, hogy csak pozitív tapasztalattal gazdagodtam. Én 2008-ban kaptam ügyészségi fogalmazói kinevezést a Kaposvári Városi Ügyészségre, és én tisztán emlékszem arra a pillanatra, amikor először megláttam egy sárga borítón a saját nevemet, mint előadó. Ami egy ilyen felemelő és egyben félelmetes pillanat is, mert akkor érti meg igazán az ember, hogy mennyire komoly hatást tud gyakorolni más ember sorsára. Fogalmazóként ugye végigjártam a grádicsokat, de az élet úgy hozta, hogy én hosszabb időt töltöttem el a Kaposvári Nyomozóügyészségen, ami ugye az ügyészségen belül is egy teljesen speciális terület, tehát ahol a nyomozó és az ügyészi lét találkozik. Ennek nagyon nagy hatása volt a pályámra, mert ott én nagyon-nagyon sokat tanultam. Például, ami talán a nyomozás felügyeleti munkában annyira nincs jelen, a közvetlenség. Hogy ugye én közvetlenül találkoztam az ügyfelekkel, én tanúkat hallgattam, ki házkutattam, őrizetbe vettem embereket, és azért azt is el kell mondani, hogy ez egy nagyon felemás dolog, amikor azt mondjuk egy embernek, hogy ön innen nem mehet haza, mert őrizetbe veszem. Azért ennek nagyon komoly súlya van. De például, ami nekem nagyon tanulságos volt, azok a kihallgatási szituációk, hogy az egy igen nehéz, nagy szakmai hozzáértést, komoly felkészülést és nagyon jó emberismeretet igényel. 2016-ban neveztek ki helyettes szóvivőnek, 2017-ben pedig már szóvivő lettem. Alapvetően a főügyész úr kért fel ennek a feladatnak az ellátására, amitől az elején én őszinte legyek nagyon óckodtam. Mégpedig azért, mert ez egy nagy teher. Nagy teher azért, mert fel kell tudni dolgozni azt a tudatot, hogy alapvetően a képviselt szervezetet, tehát az ügyészséget, azt velünk azonosítják. Tehát ha én meggyőző vagyok, és hiteles vagyok, akkor az ügyészség is meggyőző. És azért ez egy nagy nyomást jelent, mert ennek az ellenkezője is sajnos igaz. Az is egy ilyen komoly felismerés, hogy teljesen más szemszögből, más perspektívából látod a saját munkádat és a saját szervezetedet. Tehát hirtelen elkezded érezni, hogy az ügyészi szakma és a laikus közvélemény között te vagy a kapocs. Olyan korban élünk, hogy szükséges kommunikálnunk, és szükséges proaktívan kommunikálnunk a saját ügyeinkről. Önmagában az, hogy egy igényes, jól megfogalmazott sajtóközleményt ki tudjunk adni, az egy komoly időbeli kihívás. Tehát az mindenképpen a mi ügyészi munkánkból veszi el az időt, de hát igyekszünk ennek megfelelni. Mi például saját magunk szerkesztjük a képanyagainkat, megcsináljuk azoknak az utómunkáit, komoly erőfeszítéseket teszünk a videóanyagok beszerzése iránt, mert azzal mi is tisztában vagyunk, hogy sokkal jobban hasznosulnak a nagy média zajban, mint hogyha szimplán csak elmondanánk azt az adott történetet. Somogyban igyekszünk nagyon nagy hangsúlyt fektetni a sértető edukációra, tehát tudatosan keressük azokat az ügyeket, amiken keresztül a közvéleményt tudjuk abban formálni, hogy minél kevésbé váljon valaki áldozattá. Ebben úgy gondolom, hogy nagyon nagy előrelépést tettünk például az unokázós csalások terén, mivel ebben olyan intenzív helyi kommunikációt folytattunk, hogy 2021 elején, amikor újra egy ilyen bűncselekmény sorozat elérte a várost, szinte egyik idős ember sem dőlt be. Nagyon hasonló ügycsoport volt a telefonos nyereményjáték ígéretével elkövetett csalások. Ott is nagyon intenzív bűnmegelőzési kommunikációt folytattunk, és ott is komoly eredményeket tudtunk elérni. Azt például kifejezetten örömtelinek gondoltuk, örömtelinek éreztük, amikor egy-egy híradásunk az tényleg nagy sajtóvízhangot fejtett ki. A közelmúltban adtunk hírt egy siófoki vádemelésről, ami két vádlottat érintett, akik közel másfél évre bezártak egy 77 éves francia idős asszonyt. Ennek nemzetközi vízhangja lett ennek az ügynek, és nemzetközi hírügynökségek is kerestek minket. És nagyon-nagyon örömteli volt az, hogy az általunk létrehozott szöveget, az általunk készített fotókat külföldi honlapokon láttuk viszont. Németországban, Franciaországban,
Kanadában és az USA-ban is láttuk, hogy ez a hír megjelent. Az a szerencsém, hogy itt Somogyban kialakult egy olyan jó csapat, akikkel alapvetően ezt napi szinten tudjuk venni ezeket az akadályokat, és nem megy az ügyészi hivatás kárára azt, hogy mi egyébként ellátjuk a sajtószóvivői tevékenységet is.